A Rovákja patak 1890-ben épített hídját is érintette a felújítás, ahogy a szennyvízelvezető rendszert, a gyalogos átkelőket és a buszmegállókat is. A Magyar Falu program keretében Lovasberény teljes szakaszán megújult a 8119 jelű út, parkolóhelyek is létesültek így a településen. A térségben jelentős úthálózat épülhetett át, hangsúlyozta Tesszeri Zoltán országgyűlési képviselő. Nem szeretnék szerénytelenül fogalmazni, azért úgy mondanám, hogy az első között lehetünk, hiszen mind a Magyar Falu programban, mind pedig a Terület és Településfejlesztési Operatív programban, mind pedig a kiemelt társadalmi igényeket kielégítő útfelújítási programban jelentős beruházások zajlottak Pannonia szívében. Összesen 66,5 km hosszban épülhetett átújulhatott meg úthálózat Pannonia szívében. A Lovasberényi útszakaszra ráfért már a teljes út és koporréteg csere, hiszen legutóbb több mint 40 éve, 1978-ban kapott új aszfaltréteget az útszakasz.